egy ilyen félkört kéne leírni köré, hát ez az, hát ez a lényeg, és akkor a hölgynek, tedd össze a két kezed, hé, opa, ezt elveszem, és ez mind a tiéd, kérjük a hölgynek egy nagy Tepres. Az egyik tepres volt, a másik epres, a másik kepres. A hölgyeknek kérünk egy nagy tapsot, mert kitalálták. Ez a csoki epres. Vigyázz! Kész! Rajt! Nem baj! Hadd lássuk! Milyen is ez a csoki? Mondja! Teljes! Úristen, nem teljes! Mondja! Magyaros! Nem morogyós! És szerintem... Nem, mondom, hogy nem magyaros, hanem azt mondja, hogy magyaros. Hát te hallasz a két fület? És a csoki epres! Megkészülni, vigyázz, kész vagy, gyorsan ment a szemba, gyorsan legyen. Az győzött, aki le is nyeri a csokit, úgyhogy többjed a darálóba, játsszál darálósat, úgy van, nyomjad, nyomjad. Itt van egy hölcsög, ők szeretnék bemutatni a hölcsög kovánkat. Ő a kufog hölcsög, a szülinapos is átlátozott kufog hölcsögé. Ennyi is! És mivel a csoki is már egy kiszállt már a apának is küldünk egyet, hogy lássam a szuperszinte fotózás közben. Csiribú, Csiribá, legyen benne. Legyen benne, édesség, az megmarad. Tök jó, megállunk itt egy merev pózba, hogy gyorsan elkészüljenek a hollywoodi fotók. És akkor megnézzük, hogy van-e benne édesség? Igen. Jó, akkor figyelj. Tepet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 
Biztos, hogy akarod